Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Oltási kötelezettség, a Tolna megyei településeket vezetők sem gondolkodnak egyformán. 30 napi rendi pontra készülnek, november 25-én tart közgyűlést a Szekszárdi önkormányzat. Egy tonna adomány nevelő szülőkkel élő gyerekeket támogatott a Dunamenti Polgári Egyesület. Társkereső oldalon szedte áldozatait, 9,4 millió forintot csalt ki a nő a sértettektől. Magyarország kormánya felhatalmazta a települések polgármestereit és a cégvezetőket arra, hogy eldönthessék, kötelezővé teszik az oltást a munkavállalóik részére. Tolna megyében is különbözőképpen gondolkodnak a kérdésben a vezetők. A növekvő Covid-eset számok alapján felmerül a kötelező oltás kérdése. Szekszárd megyei jugovádos önkormányzata úgy döntött, központilag nem rendeli el a felügyeletre alá tartozó intézmények dolgozói számára az oltás kötelezettségét. Megvizsgáltuk a hivatal átoltottsági helyzetét. Az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál megközelítőleg 200 ember dolgozik, vagy van munka viszonyban. Az ő átoltottságuk több mint 85%-os. Aki csak a polgármesteri hivatalban dolgozik, tehát nem parkfenntartó vagy olyan munkát végez, amihez ugye nem itt a hivatalban kell dolgozni, közülük 88%, több mint 88% van beoltva. Aki pedig konkrétan ügyfelekkel foglalkozik, közülük mindenki be van oltva. Kélyen Máté kommunikációs referens azt mondja, a város vezetésének véleménye az, hogy az intézményekben történő kötelező oltásról az adott vezetőknek kell döntenie. A Peszhofer Ágnes Tolnaváros polgármestere a hét közepén döntött úgy, hogy a Tolnai Kulturális Központ és a Vosinszki Mór óvoda dolgozói számára kötelezővé teszi az oltás felvételét. Az utolsó csepp a pohárba, hogy így mondjam, az volt, hogy éppen a mai naptól került egy óvodai csoport karanténba, éppen az miatt, mert egy dolgozó lett koronavírusos. Én azt gondolom, hogy ezek azok a létesítmények, ahol valóban nagyon sok, hát részben ügyfél a kulturális központban, részben pedig gyerek és szülő az óvodában olyan nagy számmal érintkezik a dolgozókkal, hogy felelőtlenség volna, hogyha ott nem tenném kötelezővé a beoltást. Bátaszéken Bozsolik Róbert polgármester egyeztetett a város intézményeinek vezetőivel. A megkapott átoltottsági adatok alapján hozott döntést. Statisztikai számok alapján azt lehet mondani, hogy 70-90% között vállalták a dolgozók, hogy önkéntesen részt vesznek az oltási programban. Ezért mi úgy gondoljuk és úgy ítéltük meg, hogy egyetlen egy intézményünknél sem tesszük kötelezővé az oltásnak a felvételét, viszont továbbiakban is buzdítjuk mindazokat, akik tényleg néhányan vannak csak egy-egy intézménynél, hogy a saját és embertársaik egészsége érdekében fontolják meg az oltásnak a felvételét. A kormány döntése értelmében szombattól zárt térben újra kötelező a maszk használat, így a bevásárlóközpontokban, boltokban és színházakban. A szolgáltatások esetén ott kötelező a maszkviselés, ahol az üzlethelyiségben 5 főnél többen tartózkodnak. Az iskolai maszkviselésről az igazgatóknak kell dönteniük. Az 500 főnél nagyobb rendezvényeket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni. Az egészségügyben a harmadik oltás felvételét is kötelezővé tették. 11.289 új koronavírus megbetegedést igazoltak péntek reggelre, ezzel a járvány kezdete óta összesen 998.488 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 135, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 32.780 főre emelkedett. 6.122 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 613-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.018.000-en kaptak. Tolna megyében 261 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta összesen 20.635 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. November 22-én kezdetét veszi az oltási akcióhét Magyarországon. A koronavírus elleni védőoltás felvételére kérte az oltatlanokat az országos tisztifőorvos a Facebookon közzétett videójában. Müller Cecília azt is elmondta, hogy már a koronavírus Delta Plus variánsát is kimutatták hazánkban. Közölte, a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumi vizsgálatai szerint egyértelműen a Delta variáns dominál,
de már a Delta Plus variáns is megjelent Magyarországon. Ez a koronavírusnak egy rendkívül gyorsan fertőző formája, már a tünetek megjelenése előtti 2 napban is megbetegíthet másokat a vírust hordozó ember. Azt is tapasztalták, hogy az egyháztartásban élők nagyon gyorsan átadhatják egymásnak a vírust, szinte kivétel nélkül magas kockázatnak vannak kitéve. Soha még nem volt ennyire fontos a védőoltás jelentősége, egész járvány alatt, de különösen is most éppen a delta variáns uralkodása miatt rendkívül fontos a védőoltás beadása és beadatása. Kérem, hogy éljenek a védőoltás lehetőségével, jövő héten erre különösen is rendkívüli lehetőség nyílik, ugyanis 22-től induló héten számos oltóponton fel tudják venni első, második, harmadik adag védőoltásukat. Közmeghallgatás időpontja, elismerések és új felügyelőbizottsági tagok, többek között ezekről lesz szó a november 25-i közgyűlésen. A rendesülés közel 30 napi rendi pontjáról tartott sajtótájékoztatót a Szekszárdi Önkormányzat jegyzője pénteken. A következő közgyűlés napi rendi pontjairól adott tájékoztatást a Tolnai megyeszékhelyi jegyzője pénteken. A november 25-én tartandó rendes közgyűlésen közel 30 napi rendi pontot tárgyal majd a képviselőtestület. Meg kell határozni a közgyűlésnek, hogy mikor szeretné a közmeghallgatást megtartani. A polgármester úr javaslata az, hogy december 16-án 17 órakor kerüljön sor a közmeghallgatása. Ennek a célja az, hogy olyan időpont kerüljön kijelölésre, amikor a lakosság részéről is részt tudnak venni minél nagyobb számban a közmeghallgatáson, és el tudják mondani véleményüket, javaslataikat a közgyűlés az önkormányzat működésével, az intézményének a működésével kapcsolatban. A közmeghallgatáson bárki megjelenhet majd. A jegyző úgy nyilatkozott, az oltott és az oltatlan lakosok is részt vehetnek a fórumon. Emellett dönteni fog a közgyűlés arról is, hogy kik kapják idén a Szekszárd büszkesége elismeréseket és a Mészöly emlékplakettet, melyekhez pénzbeli juttatás is jár majd. Az ülés egyik vezető témája a gazdasági szervezetek felügyelő bizottsági tagjainak kiválasztása lesz. Ennek egyik oka, hogy a sportközpontot felügyelő bizottság tagjai november elején lemondtak tisztségükről. Ott mindenféleképpen kellene választani új felügyelőbizottsági tagokat. Ezen kívül a közgyűlés arról is döntött, hogy valamennyi gazdasági társaság esetében a felügyelőbizottsági tagoknak a számát és a személyét felülvizsgálja. Ezek az egyeztetések zajlanak a háttérben az érintettek között. Ez a politikai egyeztetés amennyiben konszenzussal zárul, akkor bízunk benne, hogy akkor ebben az ügyben is tud a közgyűlés döntést hozni. A közgyűlésen részt vesz majd Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ vezetője is, aki arról tart tájékoztatót, hogy mik azok a rendezvények, amiket a koronavírus negyedik hulláma miatt el kell halasztaniuk. Elkezdődött az Ermel Vojnics kápolna felújítása a Bonyhádon. Magyarország kormánya közel 200 millió forinttal támogatta, hogy az 1907-ben épült imaházat felújíttathassa az önkormányzat. A munkálatok során többek között tájrendezés és csapadékvízelvezető rendszer kiépítése is megtörténik. Az épületen 114 év alatt nem történt karbantartás. A kivitelezést végző cég szerint egy-egy burkolati elem már életveszélyes állapotban volt. A munkálatok várhatóan márciusban fejeződnek be. Az építkezés jelen állapotában úgy tart, hogy a falakat alulról egy ilyen préseléses technológiával levízszigeteltük. Az elványozás elkészült, és most kezdődtek el a tetőfelújítási karbantartási munkái. Ez nagyrészt teljes mértékben rekonstruálás. Az azt jelenti, hogy az eredeti állapotot próbáljuk egy az egybe visszaállítani. A tető szerkezetén egyébként a fa szerkezet az teljes mértékben az eredeti állapot lesz. Szerencsére azért a felújítás során észrevettük, hogy igazából semmi szerkezeti kár nem keletkezett benne, úgyhogy az egy az egyben megmarad. 1 tonna búzalisztet adományozott a Tolna megyei nevelőszülőhálózatnak a Dunamenti Polgári Egyesület. A felajánlás olyan családokhoz kerül, ahol legalább 3 gyermekről kell gondoskodniuk a család fenntartóknak. Öt kilónként lecsomagolt összesen 1 tonnányi lisztet ajánlottak fel a Dunamenti Polgári Egyesület tagjai. Az őrölt gabona olyan családokhoz került, ahol örökbefogadott gyerekeket nevelnek. A piskotától a mézes kalács, meg a buktáig, a mézes kalácsot azt minden évben hagyományként megcsinálunk, több tepszivel viszik iskolába, meg az oviba.
Nálunk minden süpit nagyon szeretnek. Kovácsné Pintér Erzsébet és a férje 8 saját és 7 örökbefogadott gyereket nevel. Nekik karácsony előtt igazán jól jött a süteményekhez nélkülözhetetlen lisztadomány. A felajánlása a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltatón keresztül jutott el a családhoz. Ők olyan nehéz sorsú fiatalokkal foglalkoznak, akiket önkéntes nevelőszülők fogadtak örökbe. Nem csak a tárgyas súlytadomány az, ami nagyon fontos a számunkra, hanem az a figyelem, mint a Dunamenti Egyesület részünkre is képviselő úr a figyelmet fordít, tehát látnak bennünket, figyelnek ránk, ez egy nagyobb ajándék és öröm számunkra. A most átadott 1 tonna liszthez korábban a magyarok kenyere során jutott hozzá a Dunamenti Polgári Egyesület. Akkor Horváth István, a közösség fővédnöke, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője kezdeményezte, hogy továbbítsák azt igazán rászorulóknak. Szerintem ez az egyik legnagyszerűbb és legnemesebb munka, és keveset beszélünk erről a nemes emberi dologról, de viszont ahol sok gyerek van, ott mindig elkér az adomány, hiszen ott nagycsaládosként sok gyermekre kell főzni, sok gyereket kell ellátni. A Dunamenti Polgári Egyesület elnök azt mondja, jó szívvel ajánlották fel a lisztet, hiszen megalakulásukkor azt vállalták, hogy a közösségekért dolgoznak majd. Egyesületünk azzal a céllal jött létre, hogy a térségben különböző szolgáltatásokat végezzen, rendezvényeket tartson, ugye elsősorban nem önmagának a tagok részére, hanem a széles nagy közönség számára. A most átadott 1 tonna lisztből közel 150 nevelőszülőknél élő gyermek karácsonya lehet szebb. Megélhetésére költötte a nő azt a 9,4 millió forintot, amit a társkereső oldalon megismert férfiaktól csalt ki. Személyes találkozás nélkül különböző okokra hivatkozva károsította meg a sértetteket. A karcagi nő ellen csalás büntette miatt a Paksi járásbíróságon folyik eljárás. A társkereső oldalon szedte áldozatait az a nő, aki közel 43 férfitől csalt ki különböző indokokkal pénzt. Egy paksi férfit is rászedett, akitől közel 1,6 millió forintot kapott. A Tolna megyei áldozat feljelentést tett a karcagi nő ellen. Majd miután felderítették az ügyet, és a nő bankszámla számait beazonosították, illetve az arra érkező utalásokat, akkor megállapították, hogy a nő legalább 43 sértetnek okozott különböző értékben csalásokat, amivel 9,4 millió forintot csalt ki a férfiaktól. A nő a kihallgatása során elmondta, hogy ezt az összeget a megélhetésére költötte. Kollégáim vizsgálják azt is, hogy a nő további férfiakat is becsapott-e, és kihallgatását követően novemberben őrizetbe vették, majd pedig őt a szexádi járásbíróság letartóztatta. A vádlott több esetben az édesanyja temetésére vagy adótartozásra hivatkozva csalta ki a pénzt a sértettektől. Az eset körülményeit a továbbiakban a Paksi rendőrkapitányságon vizsgálják. Dombóváron a Tolna megyei térségfejlesztési non-profit közhasznú Kft. Vállalkozói fórum keretében adott tájékoztatást a Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt megvalósításáról, valamint a vállalkozásokat érintő legfontosabb kérdésekről, a munkaerőpiaci helyzetről és a szakképzésről. Fontos helyen szerepelt a délelőtt folyamán a duális képzés is. 2016-ban jött létre a Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt, amelynek átfogó célja a foglalkoztathatóság és a foglalkoztatás növelése. A program teljesítése során szükségessé vált egy irányváltás a vállalkozások felvetése alapján, mely szerint a legnagyobb probléma a szakképzett munkaerő hiánya, emelte ki az ügyvezető. Egy igazi megoldás a gazdaság fejlesztésében és itt ezeknek a szervezeteknek a segítésében, hogyha próbáljuk orientálni a fiatalokat arra, hogy szakmát választanak, választák a szakképzést, tehát egy tervszerű, folyamatos, modern tudással rendelkező fiatal szakmunkás technikusi állomány álljon a megye rendelkezésére, megye vállalkozásának a rendelkezésére. Ezen dolgozunk, aminek igazából partnereinkkel együtt azt az értelmét is látjuk, hogy több éves stagnálás, illetve csökkenés után az elmúlt évben lényegesen többen, jócskán 10% fölötti emelkedéssel választották a szakképzést. A gazdaság fejlődéséhez szükséges szakember állomány biztosításához elengedhetetlen a megfelelő képzés, mely munkában fontos szerepe van a Tolna megyei szakképzési centrumnak, hangsúlyozta a kancellár. A gazdaság működésének az egyik alapja, hogy megfelelő képzettségű szakemberek legyenek,
És hát a szakképzési jogszabályok szerint pedig szakmát csak iskolában lehet szerezni, illetve az iskolák nagyon sok olyan szakképesítést is tudnak továbbiakban adni, ami nem a szakmai jegyzék szerinti, és hát így tudunk csatlakozni. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt a vírushelyzetig nagyon jól teljesítette az irányszámokat. A munkanélküliség tekintetében 10 000-ről 5 000 alá csökkent ez a mutató. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Fejlesztés, telekcsere, sok milliárdos hasznot hoz a pécsi döntés a haveroknak az ellenzék szerint. Válság, nehéz helyzetben vannak a sertéstenyésztők. Különleges, szabadidős létesítmény, pumpapályát építettek Komlón. Hogyan lehet 200 millió forintból több 10 milliárdos haszon? Erre lehet jó recept a pécsi önkormányzat elképzelése, amely a mandulás kempinget cserélné el a volt bőrklinika telkére. Korábban már megpróbálták eladni ezt az ingatlant, de nem jelentkezett vevő a műemléki épületre. Ha nincs vevő, akkor a mandulásért cserélné el a baloldali városvezetés a telket, hogy a Mecsekben túraközpontot alakítson ki. Ehhez kell a volt kemping a városvezetés szerint. A telekcsere esetén 200 milliós különbözetet kell fizetnie a mandulás birtokló cégnek, cserébe a pécsi építési szabályzat módosításával lakóparkot építhetne a bőrklinika köré. Ez pedig a szakemberek szerint több 10 milliárd forint hasznot hozhat. A mandulás kemping megszerzése is szerepelt a pécsi közgyűlés keddi ülésén. A városvezetés egy turisztikai fejlesztés tervét vetette fel a Mecsekben, amelynek része volt a kemping is. Ezért az előterjesztés szerint meg kell vennie a területet az önkormányzatnak. 800 millió forintért megkívánja vásárolni ezt a telket. Felháborítanak tartjuk, hogy annak idején potonpénzért juttatták a baloldali köröket ehhez az ingatlanhoz, azért, hogy majd ők kempinget fognak benne működtetni. Egy napig sem működtettek kempinget, meg lehet nézni a területet. A tulajdonos hagyta, hogy lerohadjon, igazi szocialista módszer alapján most pedig a várossal veteti vissza a többszöröséért. Így reagálta a pécsi Fidesz frakciója az előterjesztésre. Csizmadia Péter azt mondja, a turisztikai fejlesztés csak álmodozás a városvezetői oldal részéről. Teljesen felháborítónak tartjuk, hogy úgy tűnik, hogy a csoki tolvajok most már a csoki gyárat is viszik, és mindezt képesek egy olyan köntösbe beöltöztetni, hogy majd egy homályos, valamilyen turisztikai fejlesztést kívánnak a kemping területén véghez vinni, holott ilyen pályázatot még ki sem írtak, tehát ez egy teljesen bizonytalan dolog, másrészt pedig a város miért vásároljon meg 800 millió forint értékben egy telket? Vannak ott önkormányzati telkek. Azokon lehetne zöld túrabázisokat kialakítani, mint ahogy tervezik, mondja a politikus. Az elképzelés szerint a mandulás megszerzéséhez a volt bőrklinika épületét kell eladni, vagy ezt az ingatlant felajánlani cserébe, ha nincs vásárló. A volt bőrklinika becsült értéke 1 milliárd forint, így a mandulás tulajdonosának 200 milliót kellene befizetnie a városi kasszába. Azonban a belvárosi telken az építési szabályzat módosításával lakóparkot lehetne építeni a klinikai épület mellé. Így valójában több 10 milliárdos nyereség is lehet ezen az üzleten a baloldali tulajdonosi körnek, amely így megszabadulhat a lepusztult mandulás kempingtől, mondja a polgári oldal politikusa a tervvel kapcsolatban. A keddi közgyűlésen végül a baloldali városvezető frakció megszavazta a telekütletet is tartalmazó előterjesztést. Nehéz helyzetbe került a sertéstenyésztő ágazat, az aszály miatt duplájára emelkedett a takarmányára, és az alacsony élőállat felvásárlási ára az ágazat szereplőit akár csődközeli állapotba is sodorhatja. Nem segít a helyzeten az sem, hogy az Európai Bizottság lesöpörte az asztalról azt a 17 tagállam által beadott kérvényt, miszerint az Unió tegyen javaslatot a válság kezelésére. Ezen a somogyszéli telepen 120 kocával foglalkoznak, nem is olyan rég még csak nem duplája volt az állomány létszáma, de azt az alacsony felvásárlási árak és a növekvő takarmányárak mellett már nem tudták tartani. Hát a legnagyobb probléma az, hogy a takarmányárak az egekben vannak, a felvásárlási árak pedig 20 évvel ezelőtti szinten. És hát nem kell ehhez nagy matematikusnak lenni, hogy a 12-13 ezer forintos mázsánkénti takarmányárból lesz a 340 forintos izóár,
Szóval itt a nagyon nagyok a különbségek, és itten minden eladott sertésen kb. 14-15 ezer forint mínuszunk van. Egy malac a születésétől élő állatként történő értékesítéséig átlagosan 5 mázsa takarmányt fogyaszt. Ezen a telepen 3 hetente körülbelül 200 malac jön a világra. A gazdálkodók szerint hosszú távon egy megoldás van a válság kezelésére. A megoldás csak az lenne, a legjobb megoldás az lenne, ha a piac rendeződne, és egy normális felvásárlási árak lennének, ahol nem mínusz termelnénk, hanem pozitívba lépne át az egész történet, mert ugye folyamatosan kellene fejleszteni, beruházásokat csinálni, de hát a jelen állás szerint, hogyha veszteséget termelünk, abból beruházás nem lesz. A sertéstartókat a takarmányárak megugrásán és az alacsony felvásárlási áron túl a bármikor berobbanható sertéspest is fenyegeti. Mindezek együtt azt eredményezhetik, hogy sok gazdálkodó úgy dönt Somogyban is, hogy felszámolja állattartó telepét. Összesen 40 millió forintból épült meg Komlón az úgynevezett pumpapálya. A különleges létesítményt biciklivel, görkolcsolyával vagy rollerrel lehet használni, melynek lényege, hogy csak lendületet kell venni a kör elején, majd végiggurulni a pályán. Ezt az építményt adták át és próbálták ki a Baranyai városban. Ha jól megfigyeljük, a fiatalember nem is hajtja a biciklit a pedálokkal. Ezt nem is kell megtennie, hiszen az úgynevezett pumpapálya kialakításának köszönhetően éppen ez a lényege az ilyesfajta sportnak. A különleges mozgásformát mostantól bárki kipróbálhatja, ugyanis ez a pálya Komlón épült meg nemrégiben. Az átadó ünnepségen Révész Máriusz is így tett. Ennek a Bringa Parknak, ebben még persze benne van a most épülő erdei bringapálya is, összesen 40 millió forint a költsége, és ebből a 40 millió forintból 20 millió forintot biztosítottunk mi, 20 millió forintot pedig az önkormányzat tett hozzá. Az eseményen részt vett Hoppá Péter is. A térség országgyűlési képviselője is kipróbálta a pumpapályát, majd elmondta, hogy ilyen fejlesztésekre van szükség. Kiemelte, hogy a gazdaság, az oktatás vagy a közterületek tekintetében történt beruházások mellett a szabadidős tevékenységet célzó pályázatok is épp oly fontosak a jó életminőséghez. Az a rengeteg beruházás, amelyek valóban a múlt árnyait magunk mögött hagyva fényes és virágzó európai kisvárossá tették Komlót, ezek pontosan erről szólnak, hogy nem csak az utakat kell megjavítani, tereket, hanem az mindennapi élethez szükséges, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges körülményeket is biztosítani kell. Érdekesség, hogy a komlói pumpapálya kialakítását már 2010-ben kezdeményezte egy csapat fiatal. Most ők építhették meg a pályát, sőt a világot járva még számos országban készítenek hasonló létesítményeket. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt a híradó. Oltási kötelezettség, a Tolna megyei településeket vezetők sem gondolkodnak egyformán. 30 napi rendi pontra készülnek, november 25-én tart közgyűlést a Szekszárdi önkormányzat. Egy tonna adomány nevelő szülőkkel élő gyerekeket támogatott a Dunamenti Polgári Egyesület. Társkereső oldalon szedte áldozatait, 9,4 millió forintot csalt ki a nő a sértettektől. Szombat délelőtt még erős szél ígérkezik, majd délután legyengül a légmozgás. Nagy részt napos időre van kilátás. Éjszaka szélcsendes, derült, csillagfényes idő várható. Vasárnap országszerte gyenge délies szél fúj, döntően napos időre számíthatunk. Hétfőn borongós idő várható, elvétve jelentéktelen esővel. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!